Tisztelt nézők, a Centrum Könyvklub újabb adásában ismét vendégünk dr. Radnai Zoltán, aki költő, zeneszerző, orvos, és most egy legújabb verses kötetéről beszélgetünk, de mielőtt még a részletekbe belemennénk, rögtön a kötet címe felől érdeklődöm, ugyanis nagyon jól hangzik, Fényes sötétség, na de hát miért? Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos lehet tulajdonképpen az a üzenete ennek a címnek, hogy azokban a sötétségekre kell egy kicsit rávilágítani és fényt adni, amikkel küzdködünk, azokkal a szörnyekkel, amik a sötétben munkálnak körülöttünk, és ennek a megvilágítása időnként azt gondolom, hogy hasznos lehet az emberi élete és a jövője szempontjából. És ehhez a versek segítenek? Jó esetben igen, én úgy gondolom, ha és amennyiben a versek ezt a fajta felelősséget vállalják. Ha pusztán csak esztétikai mutogatás a versnek a lényege, ami egyébként teljességgel korrekt és elfogadható, akkor azt gondolom, hogy ez talán kevésbé. De engedjük meg a versnek és az irodalomnak, hogy egy picit mélyebbre hatoljon, és valamiféle olyan dolgot is hordozon, ami jobban meg tudja mutatni azokat a nehéz pontokat az életben, amikkel valóban meg kell küzdenünk. Remélem nem túl profán a kérdés, hogy egy költőnek mennyire bő eszköztárral kell rendelkeznie, ami a versformákat, a legkülönbözőbb, ha úgy tetszik, elfogadott, az irodalomban elfogadott változatokat, szabályokat illeti? Hát szerencsés korban élünk, mert ma az a szabály, hogy nincs szabály, és ez egy nagy szabadságot ad minden alkotónak. Természetesen nagyon csábító is ugyanakkor, és sok zsákutcát eredményez ez a fajta szabadság. De végül is nincs megkötve egyetlen alkotónak sem a keze, hogy most milyen formavilágot, milyen tartalmat, a forma és a tartalom összefüggéseit hogyan határozza meg. Ennek kapcsán abszolút elfogadható egy pusztán önmagáért lévő vers, aminek a sorai jól csengenek és hol hangzanak, és egy olyan kis ritmust hordoz, amit az ember a fülében hazavisz, vagy éppen az utcán bandukolva ez a ritmus pattog az elméjében. Azt gondolom, hogy ez is megengedett, és az is megengedett, hogy egy kicsit filozófikusabb tartalmakat hordozzanak a versek. Ami nagyon fontos dolog, hogy a számomra a vers az a zenének a derivátja, a zenéből gyökerezik az én életemben, ami azt is jelenti egyben, hogy a legtöbb vers tulajdonképpen valamilyen zenei formát követ, és akár egy egész konkrét zenei formát, mondjuk egy szvitnek, vagy mondjuk egy misének az osztottságát hordozza magán. A zene mindenképpen fantasztikus segítség a versírásnál, hiszen mind az arányok, mind a ritmusok, mind a rímek, azok tulajdonképpen a zenének egyfajta hangzó, verbális változata. És ennek megfelelően pedig azt hiszem, hogy akkor tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, amikor zenét írunk. Ugyanazok a dramaturgiai eszközöket kell használni, ugyanazok a fordulatok jellemzik a verset is, mint a zenét is. Az a nagyon nagy különbség, az idő, ami az időbeniségben rejlik, az nagyon izgalmas, az pedig az, hogy sokkal rövidebb expozíció áll rendelkezésre egy vers esetében, mint egy zenében. Egy szimfónia lehet akár 40 perc is, egy suite lehet akár 30 perces is, egy vonós 4-es, vonós 5-ös lehet másfél óra, de egy vers ezt nem tudja, tehát a versnek valóban olyan sűrítménynek kell lennie, mind a mellett érthetőnek, remélhetőleg érthetőnek is kell lennie, és el kell érnie azokat a drámai fordulatokat, amik azt a katartikus élményt esetleg eredményezik, amit minden költő persze remél, hogy a versei katartikus élményt adnak, de azt esetleg eléri, ahhoz egy nagyon koncentrált, sűrített anyagot kell produkálni.
Egy zenemű esetében viszont, hogyha nem improvizációról beszélünk, akkor ott nincs mese. Aki azt lejátsza, annak azt kell lejátszani, ami oda le vagyon írva a kottából. De egy vers ugyan le van írva, de sokféleképpen elmondható. Itt mekkora a játéktér? Pont ugyanakkor, amit a zenében. A zenében is ugyanis a kotta megvan, oda is vannak írva a különböző jelek, zenei jelek, hogy most crescendót, vagy ellenkezőt kell játszani, gyorsítani kell, vagy lassítani. Ugyanígy az írásban is ott vannak azok a vesszők, a gondolati elválasztások, a különböző kis és nagybetűkkel való játékok, a kiemelések, a soroknak a ledobása, aládobása, hogy aki elmondja, vegye észre, hogy ott egy új gondolati sík keletkezik. Azt gondolom, hogy ez a fajta partitúra, amit egy verses kötet tartalmaz, a szavaló, a versmondó számára, az nem különbözik érdemben attól, amit egy kottában lehet látni, és akkor azért izgalmas az egyébként, hogy egy zenekaron belül is, nem csak egy-egy hangszerező zenészes, de a zenekaron belül is a karmesternek a szerepe és a felkészültsége, és a művészi volta, mert az ő értelmezése az lehet homlok egyenest ellenkező egy másik karmester értelmezésével. Ha az ember egy-egy zeneművet közelről megismer, akkor ezt nagyon... Például mondom mondjuk a Bach cselló szóló szvítjeit. Ahány csellista, ahány felfogás, annyiféleképpen van eljátszva. A hangok kitartása, a pontok, a szünetek, a hangsúlyok, az ívek egészen másképp fogalmazódnak meg egyiknél, és másképp a másiknál, és ugyanez a lehetőség adott a versmondás esetében is. Persze, hogyha mondjuk az én verseimet valaki felmondaná mondjuk egy CD-re, akkor valószínűleg rágnám a körmömet kint a üvegfal másik oldalán, hogy vajon az derül-e ki belőle, amit én szerettem volna elmondani. Viszont, hogyha valaki a saját versét mondja, akkor megbízhat az előadóban, és ahogy mi megegyeztünk a fölvétel előtt, advent lévén egy tematikusan passzoló verset hallunk majd, de a költő előadásában, hogyha szabad kérni. Tehát egész pontosan, ha jól látom, a 49. oldalon van ez a vers, és akkor állítottan hallgatjuk. Köszönöm szépen. A címe ennek a versnek a Stabat Mater. Szeretném, hogy mielőtt elkezdem olvasni, hozzátenni, hogy ez egy fantasztikus vállalkozás, ezt a címet egyáltalán használni. Mélységes tisztelettel szabad csak hozzányúlni. Hatalmas zeneköltők és zeneszerzők írtak Stabat Matert, és én azt gondolom, hogy messze túlmutat egy egyszerű, fájdalmas anya történetén, tehát Krisztus anyjának a történetén. Azt gondolom, hogy nagyon sok drámát tud sűríteni magával. Könnyekkel teríti, könnyekkel teríti szerte szét, s lassan utána még. Könnyekkel teríti, s mint az apró veríték, lassan a barázdák is megjelennek. Sírhatna erővel, leplét markolva, mely már nem rejthető. Markolva leplét érdepel a földre, tekintetét a keresztre szegezve, a bűntelen áldozat bűnösöktől elveszejtve. S könnyekkel teríti szerte szét, lassan utána még, és mint az apró veríték hullik szerte szét a sirató könnye, mely barázdát szánt a síró szemgödörbe. Való igaz. A tisztelet és a főhajtás már a téma megközelítése is gondolom, hogy egy komoly elmélyültséget igényel. Maga az alkotás az milyen folyamat ilyenkor? Rögtön előjön, vagy több változat van, el kell dobni, ki kell törölni a komputerből? Hogy működik ez? Ez egy végtelen összetett folyamat volt konkrétan ebben az esetben, az én életemben, ugyanis igazán vallásos gyökerekkel nem rendelkezem. Tehát nem mondhatom azt, hogy tulajdonképpen egy komoly szakrális tudással bírok, és ennek megfelelően az életemet éltem. Inkább azt mondom, hogy folyamatosan kerestem valamit magam körül, amit egyébként éreztem a jelenlétét mindig minden körülmények között nyilvánvalóan.
És eljön az embernek az életében szerencsés esetben egy idő, amikor nagyon komolyan felteszi magának az alapkérdéseket, hogy ki volt Jézus, ki az Isten, van-e Isten, egyáltalán hogy álljak hozzá az egész kérdéshez, ha hova jutok, hogyha elkezdek a mélyére ásni. És én elkezdtem a mélyére ásni, megvásároltam mindenek előtt a római görög egyetemi tankönyvet, aminek a végigolvasás enyhén szólva terhelő volt. Majd ezt követően szerencsére nagyon sok könyvet találtam, amik ezzel a témával és ezzel a történelmi korral foglalkoznak. Hát úgy minimum 10-15 könyvről beszélek, aminek a végigolvasása közben volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy hát tulajdonképpen most mindenki fölültetett, tehát most akkor a totálisan semmibe kezdek turkálni, és egy kicsit olyan halálfélemmel keletkezett az embernek, míg nem aztán rátaláltam arra az 6-8 alapigazságra, ami ebben a témában történelmileg is igazolható. És rá kellett jöjjek, hogy ez pont elég ahhoz, hogy erre billentsem a magamban már régóta eltemetett és régóta vágyott hitnek az alappilléreit. És ennek a felfedezésnek a közepén született ez a vers, éppen egy húsvéti időszak alkalmával, és egyáltalán egy mise van beleírva ebbe a könyvbe, egy kicsi szakaszában persze, ami természetesen megint csak a zenei osztottságot hordozza magán, Kyrieből áll, és egyéb olyan tartalmi részekből, amit egy zenei mise tartalmazni szokott. Azt gondolom, hogy egyszer el kell ide jutni, és én amikor ezt a felfedezést sikerült tennem, akkor csak azon töprengtem, hogy miért nem kezdtem én ezt korábban, talán másképp értem volna az életemet is. De aztán rá kellett üljek, hogy mindig minden akkor jön, amikor annak úgy eljön az ideje, amikor ott van az ideje, és azt gondolom, hogy számomra pont most volt itt ennek az ideje, hogy tisztában rakjam a fejembe ezt a kérdést. Hát én szóval tegyek hozzá egy személyes dolgot. Végig azon gondolkodtam, hogy az édesanyám nekem gyermekkoromban hívta fel a figyelmemet egy verse, ami elsősorban az ő verse volt, és nemrégiben hunyt el, és ennek kapcsán idéztem föl, hogy az ő nehéz pillanataiban, a nehéz napjai során fordult Ady Endréhez, aki ugye azt írja az Úr érkezése című versében, hogy mikor mindenki elhagyott, mikor a sorsom roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Folytatódik a vers, de ez a gondolat nagyon passzol ahhoz a gondolathoz. Meg, igen, de az is, amit te elmondtál, az egy nagyon mélyre menő érzéssorozat, és akkor tulajdonképpen a versek egy költőnél egy ilyen komoly, gazdag, összetett érzelemvilágnak a tükröződései? Szóval, hogy Én azt hiszem, hogy a vers is pont úgy, mint minden egyéb alkotóművészet valójában nagyon sok fajta lehet. És az alkotóban is nagyon sokfajta megjelenése lehet. Így elképzelhető az, hogy egyszerűen csak az ember leír egy verset, amivel uncutkodni akar, megpróbálja megmutatni, hogy így írunk mi, könnyedén jönnek a rímek, és szörfözik az esztétikumnak a tetején. Ez a lehetőség is adott, és élni is kell vele. Nem lehet örökké mélyszántó gondolatokat leírni. De azt gondolom, hogy akinek ez az adottsága van, annak felelőssége is van. Annak igenis bele kell merülni néhány olyan kérdésben, amit ugyanezen a csatornán keresztül el tud juttatni oda, ahová annak el kell jutnia. És ez itt egy nagyon érdekes fordulat ebben az egész dologban. Tudnék az, hogy egy adott verset hányan olvasnak el, hogy nagynak tartjuk-e vagy kicsinek, hogy az alkotás az óriási vagy éppen töpörtyű, ezek írelőállás kérdések, ez egy teljesen szubjektív besorolási kategória. Azt gondolom, hogyha egy műalkotásnak dolga van a világban, akkor az fel kell és jár.
annyit kell tenni, hogy a lehetőséget meg kell teremteni, ha megírta az ember, akkor formába kell önteni, és el kell engedni a kezét, és ha dolga van, akár 50-100 év múlva keveredik elő ez a dolog. Lásd például a nagyon izgalmas zeneszerző Charles Ives történetét, akit a Leonard Bernstein fedezett föl 19-20 éves korában, amikor a diplomamunkáját írta. Az úriember, a Charles Ives, ő egy banktisztviselő volt, az életében nem adták elő a zeneműveit, elvégezte ugyan a Zeneakadémiát, lehúzta a könyökvédőt, délután hazament és komponált, és az élete így zajlott, majd halál előtt masnit kötött egy nagy kötegre, és beadta egy könyvtárba. És amikor a Bernstein a kerek kutatgatott a könyvtárba, 800-es évek végén történt ez, Bernstein kicsit később kutatott a könyvtárba, és akkor rátalált erre az ismeretlenre, amiről kiderült, hogy a mostani kortárs zeneszerzőket hány hajóval előzte meg akkor ez a zeneszerző, akiről senki nem tudott semmit. Ennek a dolognak igenis dolga volt, ennek az anyagnak dolga volt, amit a Charles Ives megírt, és én azt gondolom, hogy ennek megfelelően meg is találta azt az utat, amikor meg tudott jelenni. Vagy mondok egy másik példát, ami talán még fényesebben bizonyítja ezt a tényt, ez a Csendes Éj című dal. A zenei elmélet szempontjából nevetségesen egyszerű. A szokásos, szoktuk mondani a zenei szakján, hogy 1-4-5 kész, nincs semmiféle ragozása a kérdésnek. Ami a Xavier úrnak a kezét tollából származik, egy karácsony estén, amikor nem volt este a templomban lehetőség arra, hogy énekeljenek egy új dalt, és gyorsan összedobták a barátjával. Igen ám, de sikerült valamit belekódolni ebbe a pár hangba. Olyan szeretet tudott belekódolódni ebbe a dalba, hogy utána ez a dal elindult, és bejárta a világot, bejárja a mai napig. Az izgalmas Royal Dutch-el fényes palotáitól kezdve a afrikai jurtákig mindenütt megszólal, és ha bárkit megálltok az utcán, és megkérdem, hogy te a Csendesét el tudod dudolni, hát hamisan vagy nem hamisan, de biztos fogja. Ezzel szemben mondjuk Beethoven 9. szimfóniáját nagy tisztelettel hajolva a hatalmas grandiózus mű előtt, nem vagyok egész biztos, hogy még az örömódát is el tudná valaki fütyűrészni, azt az utcán megállítom, hova tovább, sem tudja, hogy ez már az uniónak a himnuszává vált. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nem tehető egymás mellé a két mű, nyilván az egyik fantasztikusan szofisztikált, rendetesen gazdag, csodálatos mű, a másik pedig egy egyszerű dalocska, és mégis körbejárja a világot. Tehát nem kell latolgatni azt, hogy valami, amit megcsináltunk, az most mekkora érték vagy nem érték. Azt hiszem egy dolog fontos, hogy megérezzük, megtanuljuk, hogy hol van az a gics határ, amin belül talán nem érdemes annyira foglalkozni a dologgal, és hol van az, ami ezen túl van. Ami túl van rajta, az a dolgát teszi. Ami előtte van, az is, és nem szeretném lenézni azt a kategóriát sem, amit most a gics határ bal oldalára helyeztünk, mert akár tetszik, akár nem, van ember, és vannak emberek, nagyon-nagyon sok ember, aki tulajdonképpen mégis azt a nyelvet érti meg elsősorban, és hogyha én valami olyasmit üzenek ezen keresztül, ami fontos, akkor azt gondolom, hogy az is teszi a dolgát. Ez ennyire bonyolult, hogy valójában hogy is értékeljük azt, amit az asztalra teszünk. Az sem lehet kevésbé bonyolult, ami mondjuk a te esetedben fordulhat elő, hogy tudnilik egy olyan orvosként, aki gyakorló orvos, kórházigazgató, sok minden tapasztalattal rendelkezik, betegség, gyógyulás, élet, halál, az élet születése. Ezek a gondolatok, azok a tapasztalatok, amelyekkel mint orvos találkoztál, azok valahogy átszűrődnek rajtad és megjelennek a versekben? Egészen biztos vagyok benne. Én azt gondolom magamról időnként, hogy én egy másik ember életét éltem, amikor elmentem sebésznek és ott dolgoztam. Hiszen én tulajdonképpen zeneszerző vagyok, hiszen én tulajdonképpen író szeretnék lenni, vagy azt próbálgatom. És aztán mindig rákerüljek, hogy szó nincs erről. Tehát én a hátrálévő életemben
erre annyi témát kaptam az élettől, amit egyszerűen nem is fogok tudni kidolgozni nyilvánvalóan. És azt gondolom, hogy ez a hatás, amiről beszéltünk, ez elsősorban ott nyilvánul meg, hogy megtanul az ember szépcsendesen súlyozni, és azt mondja, olyan priorálást tud csinálni, olyan prioritást tud felállítani az életben, amire kimondjuk, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. És én hiszem azt, hogy ha az ember ezt meglátja, és van a kezében egy olyan lehetőség, hogy ezt kommunikálja, hogy ha lehet fölöltöztetve egy kicsit közelíteni egy műalkotás felé, ami esetleg talán könnyebben tud átmenni egymás között feszülő, rendkívül szoros határon, akkor én azt gondolom, hogy akkor az embernek dolga, hogy megtegye. Ez nem valamiféle küldetéstudat, erről szó sincsen, csak egyszerűen azt gondolom, hogy ha ez adódik, és erre lehetőség van, könnyebb egy kicsit szövegben ezeket elmondani, mint zenében, hiszen az a nyelv, amit a irodalom használ, azt a nyelvet hát azért tudjuk, tehát ebben nőttünk föl, változóan ugyan, de 1 és 3 év között megtanultunk beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy ez így rendben van. A zene nyelvnek az ismerete és az olyan fokú ismerete, hogy ezt a fajta részletgazdag információt kapjuk meg tőle, ahhoz nagyon komolyan kell küzdeni és kapaszkodni, hogy azt megszerezze az ember, és hova tovább az egész életét erre kell szentelnie. A másik pedig, akármit csinálunk az életben, jön velünk, a nyelvtudásunk rendben van. Tehát azt gondolom, hogy az anyag, amivel az ember, amikor verset ír vagy könyvet ír, dolgozik, az talán könnyebb egy kicsit számunkra, mert az formálhatóbb tekintettel arra, hogy nagyon jól ismerjük. A zenei anyagot én tanultam természetesen, de mégsem birtokolom olyan mértékben, mint mondjuk a magyar nyelvet, magától értetődő módon. Az imént szó volt arról, hogy vannak könnyedebb lehetőségek is, nem kell mindig mély repülésre, illetve mélyen szántásra, mély bemerülésre gondolunk, és a felvétel előtt nézegetve a kötetet megjelöltél egyet, amely ebbe a kategóriába tartozik, és amelyet szintén kérlek, hogy oszd meg velünk a saját előadásodban. Nekem nagyon bejött a címe, hogy tudnélik, a hajszálnak is van árnyéka. És azt hiszem, hogy ez lett a mottoja a beszélgetésünknek, és erről is beszéltünk az előbb, amikor valami egy műértékét próbáltuk értékelni, hogy vajon a kicsinek van árnyéka, vagy a nagynak, vagy kinek mekkora árnyéka van. Kerekedik az erdő, így készül a kerekerdő. Ejtőzik az ernyő, ez az ejtőernyő. Gyenge kis szóbeszéd a falra hány borsó, fonál nélkül kopog az üres orsó. Asztalon az étel, a sör meg a korsó, apám uram kényekedve a borsó, vén kecske az már várja a koporsó, üresztalisnával ő lesz az utolsó. Kitaláltam végre, merre van előre, ebből lesz az út, mind járhatok jövőre. Kis lépésből nagy lesz, aztán fel az égbe, onnan nézve létem, nem adnám cserébe. Köszönjük szépen, gyere máskor is. Köszönöm.